Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Bíznak a közös munkában Szexárdon. Megkezdte az egyeztetést az ÉSZ és a Fidesz-KDNP. Közlekedésfejlesztés. Aláírták a szerződést 10 elektromos busz beszerzésére Pakson. Szakképzés. Szinte minden változik a képzésekben 2020-tól. Tehetséggondozás a Garai János gimnáziumban. A szexárdi iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokra. A Tolnatej Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A helyi választási bizottság elnöke átadta a megbízó leveleket a szexárdi közgyűlés tagjainak. Az új szexárdi közgyűlés 14 tagú lesz. A testületben az Éljen Szexárd Egyesületnek 8, a Fidesz-KDNP-nek 6 képviselője foglal majd helyet. A polgármester Ács Rezső maradt, aki megkezdte az egyeztetést Bomba Gáborral, az Éljen Szexárd Egyesület vezetőjével, így hamarosan elindulhat a közös munka. Gratulálok, jó munkát kívánok! Átvették megbízó levelüket a helyi választási bizottság elnökétől a szexárdi közgyűlés tagjai. Az új képviselőtestület 14 tagú lesz, 10 egyéni választókerületből 4 pedig kompenzációs listáról szereztek mandátumot. A 10 egyéni választókerület közül 6 az Éljen Szexárd Egyesület és a velük szövetséges pártok, illetve civil szervezetek, 4 pedig a Fidesz-KDNP jelöltjei szerezték meg a képviselőséget. A Fidesz-KDNP csapatában új arc is feltűnt. Gréci félegyházi gyöngyvér azt mondja, az utakjárdák felújítását látja a legsürgetőbb feladatnak. Azzal kezdené a munkát, de a terveket most össze kell hangolnia a két oldalnak. Én úgy gondolom, hogy ez szerepel is az 5 tervünkben, hogy ebbe az irányba erőteljesen fejlesztenünk kell a várost. És hát itt fennáll az a helyzet, hogy össze kell a kétféle tervet valahol össze kell csiszolni, úgyhogy ezért most nehéz ez a kérdés, vagy nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert bele kell illesztenünk a mi elképzeléseinket az ÉSZ elképzeléseiben. Haladnak a tárgyalások a két fél között, hamarosan az alpolgármester személyére is fény derül, mondta Bomba Gábor, az Éljen Szexárd Egyesület vezetője. Örömmel tudom kijelenteni, hogy mára találkoztam a polgármester úrral, és elindultak a tárgyalások, abszolút konstruktív volt, és abban állapodtunk meg, hogy lehetőleg még a héten leülünk az ÉSZ képviselőcsoport, a Fidesz képviselőcsoport és a polgármester úr társaságában is megállapodunk abba a minimális kérdéssorban, ami az alakulós ülés megtartását esetleg akadályozza, de én a mai megbeszélés után úgy látom, hogy ennek semmi akadálya nem lesz. Az ÉSZ vezetője egy új idős otthon építésével és így a helyek bővítésével kezdené a munkát, de azt mondta, erről és a többi programelemről hamarosan egyeztet a két oldal, a jövő heti alakuló ülés előtt erre is sort kerítenek. A 2020-as költségvetésről pedig legkésőbb január 30-áig kell megegyeznie a két félnek, amire egyébként Bomba Gábor lát esélyt. Paks városa lehet az első Magyarországon, mely önerőből képes lehet megoldani a közösségi közlekedést. Az önkormányzat 10 elektromos busz beszerzésére kötött szerződést a közbeszerzésen győztes lengyel céggel. Az új buszok olyan helyekre is képesek lesznek eljutni Pakson, ahol most még nincs helyjárat. 4 44 fős és 6 63 fős teljesen elektromos buszt vásárol Paks önkormányzata egy lengyel cégtől. A Solaris busz lengyel közlekedési gépgyár nem ismeretlen az elektromobilitás területén, 17 országban vannak jelen. Buszaikhoz a teljes töltőinfrastruktúrát is szállítják. 10 buszt fogunk szállítani. Ezek városi járművek. 6 12 méteres, a többi 9 méter hosszú. Mindegyik több mint 200 kilométert képes megtenni egy töltéssel. Szabó Péter polgármester elmondta, a kisebb méretű járművekkel olyan területeket is be tudnak kapcsolni a közösségi közlekedésbe, amiket eddig a nagyobb buszokkal nem értek el. A járatszámokat is sűrítik majd, hogy a lakosság minden rétege ki tudja használni a buszozás nyújtotta lehetőségeket. Azt remélem elsősorban, hogy a város közösségi közlekedése megoldódik több formában is. Egyrészt nagyon szeretném, hogyha
Magyarországon Paks városa lenne az első, amely saját önerőből meg tudja oldani a közösségi közlekedését, a Volán társaságot kihagyva ebből. Tehát én azt gondolom, hogy ha ez a 10 elektromos busz megérkezik, akkor erre reális esély van. Süli János miniszter elmondta, nem állnak meg a buszközlekedés átalakításánál. De szeretnénk folytatni elektromos kukásautókkal. Ebből, ha minden jó megy, jövőre 2 vagy 4-et már tudunk a városba tesztelni. Ugye ez a kukásautó a legnagyobb környezetszennyező autók közé tartozik, hisz indul, megáll. Az villamosautóba teljesen más fékezési energiát visszatáplálja. A buszgarázsok kiépítésére vonatkozó közbeszerzési kiírás még ezután jelenik meg, az új buszok 2021. január 1-től járnak majd Pakson. Már több mint 50 ezer álláskereső és közfoglalkoztatott helyezkedett el a versenyszférában a munkaerőpiaci reformprogrammal tavaly augusztus óta. Ez nagyban hozzájárult a munkanélküliség érdemi csökkenéséhez, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A politikus azt is közölte, a jelenleg 15 megyében futó projektet 2020 elején kiterjesztik az ország teljes területére. A program főként a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű csoportokat célozza meg. Elfogadta kedden az országgyűlés a szakképzés átalakításáról szóló törvényt. Szinte minden változni fog, az iskolák besorolásától és nevétől kezdve a választható szakmákig. Az egyik legmarkánsabb újdonság az lesz, hogy a tanulók már az első évtől kezdve pénzt kapnak a szakma tanulásáért. Virágmintát vágott a munkadarabba a bútorasztalos tanuló néhány hete a szekszárdi szakképzési centrumban. Ez a szakma ezen a néven 2020-tól megszűnik, helyette a szakmunkás tanulók általános asztalos szakmára felvételizhetnek, ahol 1 vagy 2 évig ugyanazokat az ágazati ismereteket tanulják, mint egy épületasztalos. Majd ezt követően tudnak úgynevezett részszakképesítésekkel specializálódni. Ez is része a szakképzésről szóló átalakításnak, amit kedden fogadott el a parlament. Az országos szakképzési jegyzékben eddig szereplő több mint 700 képesítés helyett jövőre már csak 174 közül választhatnak a középiskola előtt álló diákok. Ezzel együtt megszűnnek a szakgimnáziumok, a helyüket 5 éves technikumok veszik át, a szakközépiskolákat pedig 3 éves szakképzőiskolák váltják. Előbbi képesítést és érettségit utóbbi csak szakmunkás bizonyítványt ad. A diákok viszont bért, vagyis ösztöndíjat kapnak már az első évtől, amit 2 évig az állam fizet, majd utána az a szakmai gyakorlatot biztosító képzőhely, ahol a tanulók tanoncként dolgozni kezdenek. Nagyon fontos, hogy munkabért kap, ami a nyugdíjába is beszámít, és a társadalombiztosítási ellátását is segíti. A cég számára viszont azért nagyon előnyös ez a dolog, mert a képzés során saját magának képezheti ki a munkaerő utánpótlását, megerősítheti a tanulók kötődését a céghez. Komoly változás lesz az is, hogy 2021-től a legtöbb képesítést csak iskolai rendszerű képzésben lehet megszerezni, tanfolyami formában nem. Az elkövetkezendő 5-10 évben az automatizáció és a robotizáció révén biztosan nagyon sok olyan szakma fog megjelenni, amit még jelen pillanatban nem ismerünk, de hogyha ha a tanulókat arra megtanítjuk, hogy ezt a változást tudják követni, széles alapú, biztos alapokon nyugvó tudásuk legyen, amit iskolában tudnak megszerezni, akkor a későbbi évben erre biztonsággal lehet építeni. Az iparkamara Tolna megyei elnöke szerint a diákoknak a kezdetektől járó ösztöndíj és az alapszakmák összevonása, majd a későbbi részszakképesítések bevezetése segíthet kezelni a munkaerőhiányt. Valószínűleg igen, javulni fog, mert egyrészt emelkednek az ösztöndíjak, amit kapnak a hallgatók, hogy tanuljanak ebben a rendszerben. Másrésztről bizonyos szakmákban a szakmákat összevonásra kerülnek, így ha a hallgató elvégez egy bizonyos szakmát, későbbiek folyamán tud erre ráépíteni, tehát ez jónak tekinthető. A szakképző tanárok státusza is megváltozik jövőre, oktatóknak hívják majd őket, nagyjából 30%-os béremelést kapnak, a közalkalmazotti jogviszonyuk viszont megszűnik, helyette a munkatörvénykönyve alapján dolgoznak majd. A legrosszabbak között van a magyar férfiak várható élettartama az Európai Unióban. Ez derül ki abból a felmérésből, amelyet az Eurostat tett közzé november 19-e a Nemzetközi Férfi Nap alkalmából. A 2015 és 2017 közötti adatok alapján az akkor született európai férfiaknak 5,4 évvel rövidebb életre van kilátásuk, mint a nőknek.
A legrövidebb életre Magyarországon, Bulgáriában, Romániában, Litvánia középső és nyugati régióiban, illetve a balti államok más területein élő férfiak számíthatnak. Az adatokból az is kiderül, hogy 6 évvel előbb halnak meg a magyar férfiak, mint az uniós átlag. Évek óta tartanak tehetségnapokat a Tudomány hetén, a Szekszárdi Garai János Gimnáziumban. A rendezvény fő célja a tanórákon kívüli tehetséggondozás megvalósítása. Olyan kutatótól hallani ti olyan témát, ami érdekel is téged, és talán benned is elindítja a kutatásnak a vágyát. A kutatói munka fontosságára hívta fel a figyelmet beszédében Heyman Józsefné, a Garai János Gimnázium igazgatója. Több éve, hogy minden novemberben a Tudomány hetéhez kapcsolódva tehetségnapokat szerveznek a Szekszárdi Gimnáziumban. Az idei évben az a program fő célja, hogy a tanórákon kívüli tehetséggondozás is megvalósuljon. De egy egész hetet szánunk arra, hogy a diákokkal megismertessük ennek a jeles napnak a fontosságát, ennek keretében minden évben nagyon színes palettán kínálunk számukra programokat két tanítási óra keretében. Aminek az a lényege, hogy a legkülönbözőbb tudományterületekkel megismerkedhessenek. Idén különös figyelmet fordítottak az idegen nyelvekre és a történelemre. Az ötnapos rendezvény alkalmával a diákok is teret kapnak. A hét két napján magyar és angol nyelven saját kutatásaik eredményeiről számolnak be társaiknak. Az első alkalommal Változó világunk, zöld utak címmel tartottak kétnyelvű természettudományos előadást a 11 és 12 osztályos tanulók. Az előadásom a klímaváltozásról és ennek a problémáiról szólt, és ezt a kutatást már több mint egy hónapja készítettem, akkor kezdtem el csinálni, és angolul ránk kért meg a tanárnő, hogy akkor én erről csináljak egy prezentációt. Több szakirodalmat is olvastam, főleg interneten. A hét hátra lévő részében az atomenergiáról és az energiaitalok káros hatásairól tartanak előadásokat a Garai János Gimnáziumban. 18. alkalommal szerveztek Zombán gasztronómiai estet és bált a helyi sportcsarnokban. Idén is számos asztalnál kóstolhattak hagyományos és újszerű receptek alapján készült ételeket a résztvevők. Az országos év vállalkozója díj Tolna megyei díjazottjai között voltak, hogy nagy tisztelettel köszöntsük a Tolna megyei díjazottat, Nagy Lajos Köszönetes feleségét, Marcsikát. Szűcs Sándor polgármester nyitotta meg a 18. gasztronómiai estet a Zombai sportcsarnokban. Bemutatta az asztaloknál található csoportok képviselőit és ételkülönlegességeiket. A különböző ízvilágok mellett bál is várta a szórakozni vágyókat. 2011-től bálozunk, ugyanis 2011-ben sikerült átadni ezt a csodálatos sportcsarnokot, és így most már bálozásra is teret nyertünk, hogy így mondjam. Addig a műfejlődési házban volt ez a gasztró, de azt kinőttük, hála Istennek. Itt pedig adódott lehetőség arra, hogy a gasztronómiai estet megtoljuk egy bállal. A rendezvényen 10 különböző csoport képviselte a hazai és a határokon túli ízvilágokat. Ahogy az elmúlt években idén is megjelent, sütött-főzött Zomba testvértelepülései közül Alsószeli és Orosháza. De a népcsoportok is képviselték magukat. Közülük a székely, a roma és a magyar konyha hagyományos ételeit, mint például a töltött káposztát vagy a punyát is megkóstolták a jelenlevők. A Zombai Hagyományőrző Egyesület idén megújult receptek alapján készült ételekkel várta a fiatalabb korosztály tagjait. Az Hagyományőrző Egyesület az idén fiataloknak készült inkább étkekkel, azaz olyan ételekkel rukkoltunk elő, ami a hagyományokat is őrzi, de fel van újítva. Ez ilyen például a krumplis nudli, de tejszínes csirkével, vagy a krumplis nudli tejszínes milánóival. Az Ízek Világa elnevezésű gasztronómiai esten és bálon több száz zombai lakos vett részt. Regionális híreink következnek. Összefogás a megye gazdasági növekedéséért. Kérdések és válaszok a Baranyai Iparkamara Fórumán. November 17-e a koraszülöttek nemzetközi napja. A családok támogatására hívták fel a figyelmet Pécsen. Fontos partnere Magyarország Ausztriának. 30 éves a Baranyas Steiermark Baráti Egyesület. Hogyan rugaszkodhatunk el a sereghajtó helyről, mi kell a megyei gazdaság fellendítéséhez?
Ezekre a kérdésekre kerestek választ azon a gazdaságfejlesztési fórumon, amit a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál tartottak. Ezen a Baranya megyei polgármesterek, cégvezetők vettek részt. Bemutatták a pécsi és nagyobb települések gazdaságfejlesztési terveit, valamint megvitatták, milyen együttműködési lehetőségek vannak a politikai-gazdasági szereplők között. Még mindig sereghajtó Baranya a gazdasági teljesítmények megyei összevetésében. Össze kell fogni a megye gazdasági szereplőinek, a politikai döntéshozóknak, és nem lehet kihagyni az egyetemet sem, mondta előadásában a helyi iparkamara elnöke azon a gazdaságfejlesztési fórumon, ahol a kilábalás lehetőségeit vitatták meg hétfőn. Az iparkamara bemutatta 50 milliárdos iparfejlesztési elképzeléseit, azonban ennek forrásait egyénileg kell a támogatott cégeknek kilobbizniuk. Tehát sajnos nem programszerű lesz úgy ezt kifinanszírozva, hanem egyedileg, miközben a fejlesztések többsége egymással épül, és egymást segíti. A fejlesztés következményeiről jöttünk. Én azt mondanám röviden, hogy a maga a program teljes mértékben megvalósulna, nagyobb durranás lenne, mint a BMW beruházás. Mindenki egyetért abban, hogy Pécsnek kiemelt szerepe van a megyei gazdaság fejlődésében. A város új vezetése elkötelezett a gazdasági felemelkedés mellett, mondta a pécsi alpolgármester előadásában. A gazdaságfejlesztési főosztály megalakult ugye három fő területre, ugye ennek a humán és szemügyi feltöltése mozaik. Az első terület az alapvetően az a one-stop shop rendszer, egy ablakos intézési befektetés ösztönzésben az is telett. Ez azt jelenti, hogy ha bármilyen ügyben valaki Pécsre érkezett egy befektetési szempontból projektet, vagy bármilyen beruházást szeretne megvalósítani, akkor az itt feladatuk lesz, mind a hatóság minden év másolatban intézést megvalósítani, mert cégeket teljes mértékben kiszolgálja. A második feladata ennek a főosztálynak a városmarketing kialakítása, a harmadik pedig a turizmus, mint iparág fejlesztése, derült ki az alpolgármester előadásából. A gazdaságfejlesztési fórumra a megyei települések polgármestereit, az egyetem vezetőit, a gazdasági élet szereplőit hívták meg a szervező Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nevében. Magas színvonalú vendéglátás és a falusi turizmus fejlesztése, ez valósult meg Hosszúhetényben, ahol gurméházat nyitottak pénteken. A családi vállalkozást fejlesztési támogatással segítette a kormányzat uniós forrásból. Cél, hogy a munkahelyteremtés, a vállalkozások támogatása erősítse a vidék gazdasági erejét. Terített asztalok, igényesen kialakított étkezőrész, hozzá ez a jól felszerelt konyha. Ez az új gurméház nyílt Hosszúhetényben pénteken. Igazi minőséget kaphat itt a vendég, ez volt a tulajdonosok célja. A faluban olyasmit próbáltunk megvalósítani, ami általában a városokban szokásos, hogy minőségi termékek, minőségi környezetben, és mégis egy nagyon közvetlen kiszolgálás. Egy házaspár jegyzi az éttermet. Olyan szakembereket kértek fel közös munkára, akik a minőségi vendéglátásban már ismertek. A hely megnyitására támogatást is nyertek uniós forrásból. Minél kisebb ugye egy település, annál nagyobb szerepe van ennek, hogy munkahelyek jöjjenek létre, hogy a megélhetést helyben biztosítani tudjuk. Erre számos kormányzati kezdeményezés, lépés van, elég, hogyha csak a Magyar Falu kezdeményezésre utalok, illetve az európai és a fejlesztési forrásoknak is egy jelentős része áll rendelkezésre ilyen célokra, hogy helyben az emberek találják meg a boldogulásnak az útját. Az államtitkár azt mondja, a munkahelyteremtést, a falusi turizmus erősítését segíti a kormányzat fejlesztési forrásokkal. Hazánkban a kisvállalkozások támogatása érdekében indított munkahelyteremtési program 2011-es indulása óta 55 milliárd forinttal támogatták a kisvállalkozásokat. Ebből 28 ezer új munkahely jött létre, és közel 4700 kisvállalkozás kapott támogatást. Hazánkban átlagosan minden tizedik gyermek koraszülöttként látja meg a napvilágot. Erre a témára, valamint a koraszülöttek és az ő családjaik támogatásának fontosságára hívja fel a figyelmet a Koraszülöttek Nemzetközi Napja, november 17-e. Ebből az alkalomból szerveztek programot a Pécsi Szülészeti Klinikán babáknak és szüleiknek. Az eseményen a szakorvosok kiemelték, a tavalyi évben 5% alatt volt a koraszülöttek halálozási aránya. A koraszülöttek világnapja alkalmából lila színbe borult a Pécsi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika. Erre a sokakat érintő témára, valamint a családok támogatásának fontosságára hívja fel a figyelmet ez a nemzetközi nap. Ebből az alkalomból november 18-án hétfőn szervezett programot a kilátogató babáknak és szüleiknek az intézmény. A szakember szerint fontos, hogy azután is tartsák a kapcsolatot a szülők egymással és orvosaikkal, miután hazaengedték a kórházból a piciket.
Nagyon sok családnak ez a koraszülés azért egy krízes helyzetet jelent, és annak a feldolgozásban van nagyon fontos az, ha egymással tartják a kapcsolatot. Vannak különböző alapítványok Magyarországon, amelyek egy országos hálózatot építettek föl, és ők karban szokták tartani egymással összehozni a szülőket. A pécsi klinikán az 1500 g alatti születési súllyal születettek száma 100 körüli, közülük minden negyedik baba 1 kg alatti súllyal jön a világra. Hazánkban egyébként átlagosan minden tizedik gyermek koraszülöttként látja meg a napvilágot. A mi klinikánkon annál több, mert egy regionális feladata ellátó intézmény vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nálunk nem minden tizedik, hanem annál több gyerek jön a világra. Idén az intenzív osztályunkon eddig 400-500 gyereket ápoltunk, úgyhogy nagyjából annak az aránya, aki intenzív ellátáshoz szorul. A szakorvosok kiemelték, a tavalyi évben 5% alatt volt a koraszülöttek halálozási aránya a Baranyai megyeszékhelyen, köszönhetően a műszakilag jól felszerelt létesítménynek és az orvosi, illetve ápolói munkának. Ausztria nemzeti ünnepe és a Baranya-Steiermark baráti egyesület megalakulásának 30 éves évfordulója alkalmából tartottak fogadást november 15-én a pécsi Palatinus Hotelben. 1955. október 26-án hirdette ki a bécsi parlament az Ausztria örökös semlegességéről szóló nyilatkozatot, amivel az osztrák állam az utolsó szovjet kritériumot is teljesítette ahhoz, hogy visszanyerhesse teljes szuverenitását. Erről emlékeznek meg az osztrákok nemzeti ünnepükön. Ez alkalomból a Baranyai megyeszékhelyre látogatott Ausztria magyarországi nagykövete, aki a két ország jelenlegi gazdasági kapcsolatairól is szólt ünnepi beszédében. Az elmúlt évben minden területen szoros együttműködés zajlott Ausztria és Magyarország között. A legfrissebb gazdasági adatok is igazolják az évek óta kiváló kétoldalú gazdasági kapcsolat működését. Ausztria továbbra is Magyarország második legfontosabb kereskedelmi partnere, és a sok elkötelezett vállalatnak hála a harmadik legfontosabb befektető. Megfordítva, Magyarország 2019 első háromnegyed évében globális összehasonlításban a hatodik, európai összehasonlításban a negyedik és közép-kelet-európai összehasonlításban a legfontosabb exportpartnere Ausztriának. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Bíznak a közös munkában Szekszárdon, megkezdte az egyeztetést az ÉSZ és a Fidesz-KDNP. Közlekedésfejlesztés. Aláírták a szerződést 10 elektromos busz beszerzésére Pakson. Szakképzés. Szinte minden változik a képzésekben 2020-tól. Tehetséggondozás a Garai János gimnáziumban. A szekszárdi iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokra. Szerdán borongós, szeles idő várható. Már délelőtt eleredhet az eső, ami egész nap esni fog az előrejelzés szerint. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk. Viszontlátásra!